Jó estét kívánok, Homonnai Zsolt, a Bóta Café vendége, mindannyian ismerik, tudják, hogy operet, musical, most még elvégzett egy szakot is, erről majd umálunk, hogy mit akar azzal. Jó rendezett már rögtön Ripsrops egy ilyen operet Kálmán Imre Gálát. Na, de... Látják, hogy a Fészek Klubból áttértünk a Kies stúdióba, ilyen rock podcastosra, hú, de modernre van véve, úgyhogy igyekszünk majd ennek megfelelően ö, viselkedni. Jó Zsolt, hát ha már itt tartunk, Marosvásárhely rendezőszak, minek az neked? Ez ilyen kapuzárási pánik, hogy a jaj, jaj, színész már nem annyira, és akkor majd leszel a komoly rendező? Hát jó estét kívánok, én szeretettel köszöntök mindenkit, és hát meg kell, hogy mondjam, hogy ez egy régi vágyam volt, régi álmom nálunk, mert a sziművészeti főiskolán, amikor Ugye a vizsgákat készítettük, akkor szinetármester nagyon sokszor bízta rám, hogy, hogy rakjam rendbe a vizsgákat. És amúgy is nagyon szerettünk Giller-Csabival, Mamónival külön-külön dolgozni, persze a többiekkel is, de velük, velük nagyon sok plusz munkát csináltunk. Például megcsináltuk az egerek és embereket három szereplős A stejnbeket? A stejnbeket, mint és osztály, pusztán abból a vágyunkból fakadva, hogy azért bebizonyítsuk azt a ezer éves, és, ö, hamis közvélekedést, hogy a zenések azok csak énekelgetnek, és, és ebből de ez áll az mindig életük. mindig így van, a komikus az Lír királyt akar játszani, a, a, a hú, színész meg imádnak a baréban lenni. Csak mi szerettünk, hogy stúdiumként egy ilyet is megcsináljuk, és olyan jól sikerült, hogy ő, hogy, hogy utána azt vittük prózai fesztiválokra, például Moszkvába. Úgyhogy aztán a színetermester mondta a... Diploma évébe, hogy nincs kedvem bent maradni rendezőszakon. És hát mondtam, hogy Mester, hát most van itt a fiatal bombivánok ideje, most ragyog a nap, most kell elénekelni a nagy szerepeket, arra majd ráérünk visszatérni később. És akkor ezt meg is beszéltük, hogy jó, jó, akkor de hogy ezt ne, ne De hogy már akkor meg. látszott rajtad, hogy te ilyen gógyizol a szerepeid. Én nagyon ideál, szerettem a, a, sőt, a... többi szerepet. Így, is. meg a vizsgákat, hogy, hogy tanár úr elmondta, hogy, hogy mit szeretne látni, hogy legyen, és akkor feladott mondjuk a nyomorultakból két jelenetet a következő órára, mi biztos, hogy hetet hoztunk. És mire év végére értünk, meg volt az egész darabnak tulajdonképpen a kereszt mert annyira szerettünk dolgozni. És emlékszem, amikor mondta, hogy na kíváncsi vagyok, hogy hogy oldották meg a ó, és ez nagyon nagy pillanat volt, hogy oldották meg a, szek a szekér fölemelése jelentet, ugyanis amikor ö, Jean Valjean, már mármint polgármester, ugye nem tudják, hogy ő az egykori rab, fölemeli a szekeret, ami rázuhan a fuvarosra. És oda, mert senki nem tudja megmozni, és ő fölemeli, mert olyan roppant erős, és kihúzzák alól a, a, a szerencsétlenül járt fuvarost, mire Zsaver, aki őt keresi egész életében, és nem tudja, hogy az az egykori szökött fegyenc az a... Ö, az a polgármester, és azt mondja, hogy én tudom, emlékszem már, hol láttam ilyen erőt. És azt mondja, ön Jean Jan. És mondja a, a szüneteltanáról, hogy na majd erre kíváncsi, mert amikor ő rendezte, ez mekkora probléma volt, hogy hogy legyen a szekér megemelés. meg Hát mondom, majd meglátja, meg fog döbbenni. Hát egy 32-es terembe, ugye akkor, mint Aha. a stúdió. És az volt, hogy jött, hogy nézzétek, nézzétek, az öreg fuvaros, és mindenki kirohanta a színpad elejére, és nézett el a takarás irányába, és együtt néztük, és magát a szekeret, ugye nem láttuk, mert kvázi a színpadon kívül volt, de a tömeg együtt, úristen, sikerül, siker, föleme, hú, és bejött a zsambazsand, izzadtan, és ott állt a zsaber, és azt mondta, hogy ez nekem nem jutott eszembe. Mennyit bajlódunk ezzel a szekér jelenettel. Szóval igen, azért látszott, és, és ő, ő mondta, hogy ezért ez nem menjen feledésbe, akkor is, ha már énekelek, vagy, vagy, vagy külföldre megyek. És ez, ez mindig úgy volt, hogy ez, ez benne volt a tarsójba, hogy ezt, ezt, majd, majd, majd. É, igen, ez nyilván segített abban, hogy te tényleg jól is játszod ezeket. A ahogy gyakran olykor szematikus szerepeket. Valljuk be, én a nyomorultaknál is gyakran nem hiszem el a nyomort. Tehát a műzikelekben van egy a műzikelekben nem hiszem, se a nyomor, se a háború, se a semmi ilyet, tehát a elfújta a szélben sem hiszem el, hogy ottan rongyos emberek halára, időnként, halára, igen. Halára, halára szenvedik magukat kiéhezetten, és izé, miközben ki van festve a hölgy. Igen. Tehát nyomorultak be, és hát tudom, hát madácsban így, így kezdődik, ki jön a gyárból és látom, hogy tegnap volt kozmetikusnál. Igen. Tehát, hogy hogy, már hogy szeretek elölülni, és látom, Na, ezet után hátra kapok, egy <laughs> De szóval, most hogy, na, igen. Tehát, hogy, 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 de nálad elhittem általában mindent. Nyilván ezért, mert tehát elhittem a szenvedélyét, és, és talán még a nyomort is. Hmm. Miközben azért persze zsanvajzsanként is meg ilyen, és ott áll egy szép szálban Viván, akiről mégse hiszem el, hogy éhes, mert és, és jókarban van. Hát egyébként abban van valami, amit tényleg mondasz, egyszer volt, hogy a, a Fantin halálát vizsgára a Ulmhamó és mondja neki a szentermester, hogy Hát ő, tudja, hogy Fantinnak mi a, a baja, hogy haldoklik? hát igen, hát üdőbeteg. Szóval, na, ahhoz képest viszont egész jól énekel. <laughs> hogy üdőbeteg. hogy szóval legyen kedves ezt belekalkulálni. Ez az. apának volt mindig mondása, Ö, nem szerette az operát, és mindig mondta, hát ez egy olyan bűfaj, amiben ha valaki haldoklik, akkor is van kedve énekelni. <laughs> Ahogy az abszurdoknál, Murozseknél, vagy a Harold Pinternél, hogy elfogadjuk azokat a játékszabályokat, hogy, hogy ez most így van. Itt most nem erre fogunk fókuszálni, hanem a, az abszurdon belül a, a játékszabályok által kijelölt realitásra. Tehát, hogy hogy Onnantól az az érdekes, hogy ezzel a helyzettel mit kezdenek, hogy ott van a menyasszonyom, már van egy férje, én most ide bemásztam Tokióba, hát az, hogy óceánok, hegyek, városok, völgyek jöttek közbe, az, az, már nem érdekes a történet szempontjából, tehát oda fókuszál, ahogy, ahol Ferrol Pinternél és az ételifné, hogy miért nem mennek ki egyszer csak abból a szobából, ott rettegnek ketten, és, és jönnek az ételiftől az üzenetek, hát ha ez ennyire nyomasztja, hogy miért nem mennek ki? Azért, mert az a font Pontos, hogy azt a helyzetet világítsa meg, amiben ők figyelve vannak, amiben ők kiszolgáltatottak egy felső falon túli hatalomnak, és az izgalmasabb, mint a, a, a hétköznapi praktikus realitásnak. megmutatni. Ilyen a, tényleg abszolút szerzőről beszélsz itt tök lelkesen. Hogy nem zavar, hogy ilyeneket te nem. Tehát, ahogy így elnézlek, te jó, hú, de szívesen játszanál ilyeneket. De ugye azért a zenés színházban lévők, mind a mai napig, elég skatujában vannak. Tehát, hogy te lehetsz zenés színházon belül baromi nagy szár, filmezni nem nagyon hívnak. Ez is olyan, abból fakad, igen. ugye? Hogy a zenés színész az csak énekel. Igen. És olyan, olyan nagyon más színházba se hívnak, nem? Hát, hát úgy, jó, te hát voltál, zenés alapon, igen, de... de... zenésre, igen, de másra. Hát, hát vidéken te sok felé ugye... nem hívnak meg mondjuk. Igen. Hát az, 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 így van. Meg ugye, hát Berlinben meg voltál két évig, tehát ez az, az igen. eléggé más színház. Igen, igen. Már Isten azért így a, a zenés műfaj vizén nevezve sok színházba jutottam, tehát ő, ő, szinte mindegyik vide, vidéki színházban játszottam már, voltam volt abban többször is, és, és azért azok mind mindig nagyon jók, új impulzusok, új kollégák, új, be elmenni, Kapo, a kaposvári színházba. De azért te nem a nagyfénykorban voltál, nem? Nem, nem. Ugye? nem. A nagyfénykorban én, én, hát én kaposvári vagyok, tehát én néző voltam, tehát én, én azon nőttem fel három éves Tényleg? koromtól kezdve. Hát úgy, tehát a Pinocchio-t fogágyodított. A Pinókiót, de hányszor a 12 év szakot, a Ózon vagy Varázslót csákányi ezt, hát hogyne? Nagyon, nagyon, nagyon. Nagyon sokszor. Mert hát, ennek is szerepe volt abban, hogy Én tetsz, szerintem, néznál. ha valaminek szerepe volt, hogy, egy Kaposváron olyan mérhetetlen ö, komolysággal, nem tudok ma, mai szemmel máshogy megfogalmazni, vagy hittel játszották a mesedarabokat is, például a, a vagy a, a, 12 hónapot, hogy, hogy ö, egyszerűen megszületett egy, egy, egy tökéletes mesevilágban. Én emlékszem, amikor a május 35-e, a kesznernek a vagy a, Kessner. a ugye konrád, konrád dolgozatot kell írnia az egyenlítőből, és és bemegy a szekrénybe és, és találkozik a szalmakalapos lóval aki görkortszőjezik ő volt a helyei lászló és ugye úgy volt megcsavar volt egy nagy lóteste a két lábán elől meg görkorcsolja, és és a hátul meg ugye kerekek a görkorcsolja a, a pótrészen. és szalmak és én a szünetben őrjöngtem, hogy azonnal fel akarok ülni a, a görkor, engem vigyenek be a gör... Tehát nem gondoltam, hogy most, amit nézek egy előadás, hanem tökéletesen elvarázsolt, és, és mondtam, hogy be akarok menni a, a lóval, a fel akarok rá ülni, Szerint és be a valami. Nem, szólnokon tudtam csak ezt megbeszélni helyi Lászlóval később, hogy <laughs> ne arra, hogy most már késő, tudom, hogy eltelt egy 30 év, Isten nyugosztani, Laci, de hogy mondom, nem lehetne azért mégis valahogy nekem ez három és fél éves korom óta a vágyam. De mondta, hogy hát lehet, hogy nincs, mert hogy már nem tud görkorcsolyázni. De ott találkoztunk. Szóval, hogy, hogy, biztos, hogy szerepe volt ennek. Sőt, hát azt gondolom, hogy, hogy leginkább annak, hogy tökéletes, tökéletesen el tudott vinni egy, egy, egy másik, másik világba, ahol kell akkor az egyenlítőre, vagy ha kell akkor a Pinokkió. Szóval, hogy engem az olyan mérhetetlen módon megfogott, mert olyan egyrészt csodátos csodálatos színészek voltak, egy, egy, egy korszakban, és aztán természetesen utána már a, a, a nagy előadások, a, a Fú, marahalálom szóval Mester is marg, egy a csomó minden ö, öngyilkos, de ó, hát most sorolhatnám tényleg, tehát hogy mindegyike az, aztán ezt utána tápláltam még ezt a fajta színház ö, látásomat és szeretetemet későbbiekben is a felnőtt, felnőtt korban, tehát hogy... Egyébként a peretteket is nagyon érdekesen játszott. Én azokat meg, is szerettem. Meg, műzikele, meg műzikele, akárki, műzikele. Akár, akár, já, műzikele, Hát most én mondok valamit, szerintem a Aser Tamásnak a Chicago. Igen, meg a Svinitodja. A Svinitod a az a Hát micsoda, az a hát micsoda? igen Hát micsoda. És később megnéztem Londonba, és, és mondtam, hogy azért tér térszervezésben, mert ők megnézték az Aser előadását. Ez az, Köszönöm hogy ugyanúgy megvoltak a terek csinálva, ugyanaz undum, hogy ó, Isten, csak itt Molnár Piroska jött be. Ott, igen, le, szóval, szóval lehet, azért hogy az, az egy világban volt, profitban táncoltak énekeltek, tekizni, de lehet, hogy nem volt olyan sungát ez az, meg. Hát ez az, nem voltak olyan fantasztikus Az, színéség, az egyéniség. Igen, egyéniség. Igen, igen, szóval. Mert hogy a music-elben az megy, és ezt te hogy viseled? Tehát, hogy, hogy, hogy azért ott egy bizonyos szinten kell tudni mindent, de nem biztos, hogy olyan hú, -hú de nagy egyéniségnek. egyéniségnek kell lenni, legalábbis nyugaton én ezt látom, de volt mondjuk Csengeri Attila, aki kint volt, és elmesélte nekem, hogy többször rászoltak, hogy na-na, ennyire ne erezd meg, ennyire Ó, hogyne, ne, ne-ne-ne, mert akkor másnapra elmegy a hangod, vigyázzunk igen. meg, túl sok lesz ez, meg nem tudom én mi. Nálunk meg lehet, hogy elmegy a hangod, de nem na, bánom, hogyha mert akkora viszont a... akkora húzatja van igen. az egésznek. Igen, igen. Én azt gondolom, hogy, a, hogy el kell érnie arra a szintre a zenés színjátszásnak is, mint a prózai szint uh, mind elemzés, mind karakterépítés, mind színészi munka uh, területén. Azért nézzük meg, hogy ha, ha a filmeket, a zenés filmeket nézzük, itt a legnagyobb prózai színészek játszanak benne egyébként halálos nagy örömmel, uh, alig várják, és láttam Broadway-n is uh, Richard Zsírt, meg, meg Banderas Nine-ba, mint Guido Contini játszott, vagy ugye a film... Amit is játszol, mondjuk át, menne az előadás, hát most majd nem újra néhány fog néhányszor, és hát aztán fog, úgy gondolom, hogy legközelebb majd igen, sokat igen, kell még addig aludni. Igen, de milyen jó előadás az. Nagyon, mert az is egy olyan különleges előadás. Szóval azt gondolom, hogy most az a dolgunk pontosan, legalábbis én magam része, az a dolgom, hogy pontosan ezt a fajta prózai, igényességű színészi munkát, mint rendező, ezt, ezt kérjem meg a a, kérjem a, 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 kollégáimtól, amikor, amikor nekem kell egy darabot színpadra És most volt egy Kálmán, Kálmán gála, ahol ö, megjelent Kálmán figurája is, maga materializálódott Dézsi Szabó Gábor, és, és, egy olyan tiszta, transzcendens térből mesélt az életéről, miközben a gála nagy számai. Ez milyen az a tiszta, transzcendens Hogy már, már túl van időn, téren, fájdalmon, mindenen túl van, és, és össze, összerakja, mint egy, mint egy égi összegző bizottság előtt szinte összegzi, vagy az emlékiratait, mintha összerendezgetni, összesöpri az életének a morzsait, hogy van egy alap. Kérdése, hogy azt mondja, hogy honnan jön a múzsika, mi, mi, adja a forrást, mitől kapja azt valaki, hogy, hogy egyszer csak dallamokkal van körülvéve, illetve, hogy benne zsonganak a dallamok. Ugyanakkor a világ, hát hogy nem mindenki ugyanilyen. A 20. század történelme, ugye pont akár a Kálmán Imre esetében is, hogy, Mennyire egyre szélesedő és mélyülő szakadékot jelent a benne lévő, tehát muzsikához képest. Jönnek ezek a gyönyörű dallamok, és, és közben, meg, közben meg pakolni, és búcsúzni, és utazni, és menekülni. Azt hallottam valakit, hogy én ezt nem láttam, de valaki hát, azt mondta, hogy nem, hát tudom, srihegyek el, most itt az anyamban. és most hogy beszélgessünk? <laughs> de, tóm, ezek nyert. után már, hát, kész. igen. Na. De ám, de azt hallottam valakit, azt mondta, hogy ő nagyon nem szereti a gálákat, de hogy ez ki volt találva. Mi volt benne kitán? Tehát hogy lehet? Ugye igen, hát a gála általában abból áll, yeah. hogy bejön valaki, énekel, táncoltam, bejön más valaki, énekel, táncol, hol szóló, hol duett, hol mit tudom én négyen. Így úgy, aztán ez úgy váltakozik. Mit találták ki, amit ez nem ilyen volt? Engem nagyon-nagyon érdekel a, az ember benne, az ember és annak a lelki alkata. Ez már a Huszka gálánál így elindult, és hogy én elkezdek ilyenkor egy Kutató munkát, egy komolyabb kutató munkát olvasni, meg elolvasni, meg összegyűjteni dolgokat, és, és mindig akad egy dolog, ami beakad, és az egy premisszává tud változni. Tehát egyszer csak egy vezérsíkot jelöl ki. Például nagyon érdekes volt a Huszkánál, hogy ő, ő jogászként, minisztérium Aha. tanácsosként végzett, és dolgozott a minisztériumban, és csak közben elkezdtek a, a bakossal, meg a esik szerzőtársával operetteket írja a, a Fedák Sárinak. Tehát, hogy, hogy, és aztán kiderült, hogy Kálmán meg Lehár már Bécsben él, hogy, hogy ők nem kapnak, jó, ő, nem kap jogdíjat, mert ugye ők a, a, a határon kívül vannak, ami a, a jogi határa, a, a, tehát amikor bemutatták a Kálmánnak a Tatárára című művét, és elvitték egy éve később 1916-ba Bécsbe, ugye a Vixiázba mutatták be, kiderült, hogy ő azért igazából egy nagyon kedves honoráriumtól eltekintve, és aztán ment körbe a világon. Aha. És a, a Huszka húszka meg azt mondta, hogy igen, akkor viszont én egy jogász vagyok, jogász családból származom, zeneszerző is, hogy megcsinálom az Artis Just jogelődjét, és elkezdett jog, jogdíjrendszert megállapítani Magyarország, és neki köszönhető, amit ma is így a, a szerző kapnak, hogy ez, ez felállt ez az intézmény. Na most Kálmánnál pontosan egy pontosan ez az előbb említett dolog, hogy, hogy van egy ilyen, egy ilyen csodálatos belső világ, és amikor kilenc évesen, hogy egy gyerek azt tapasztalja meg, hogy jönnek a végrehajtók, és siófokról elküldik őket, és, és elviszik a házat, elvisznek mindent. A gyerekeket szétszórják rokonokhoz is, a rokonokhoz, aki tudja őket nevelni, életben tartani, etetni, és azt látja, hogy szétszakadva szeretett testvéreitől, hogy meg a családtól, hogy valami, nem stimmel itt körülött, valahogy, valahogy nem ugyanaz zajlik az emberekben, ami bennem, és, és hogy ez aztán egyre inkább ez lesz az élete, hogy utána elköltöznek ugye Budapestre, Budapestről Bécsbe, Bécsből aztán Párizsba, Bázelbe, aztán Amerikából ahol nem találja a helyét, és azt mondja, hogy itt, hát itt huszárok helyett kovbolyok lövöldöznek, és, és hát nem találja a, a saját gyökereit. Uh, szóval, hogy, hogy, és közben éppen a Metro Goldwyn Mayer stúdióba felkérésre mondjuk elindul, hogy egy filmzene szerződést megbeszéljen a, a Golden dance művét, művet, és közben olvassa, hogy a, az ott megjelent magyar nyelvű újságban, hogy a hírek alapján, hogy a két testvérét a nyilasok uh, pozsony felé hajtva, hát ott hagyták az út szélén meghalni a két húgát, és akkor infarktus később magyvérzést, szóval, hogy, hogy, hogy ez, hogy nem is tudott többé Magyarországra De többi hogy magyar meg a, hogy meg a színpadon. Elindult a nyitányom a a, a, a nyitány, ami a művész himnusz. Erre megjelent egy kisfiú tacskó kutyával, mert ez meg abból fakad, hogy a Kálmán Imre imádott négy évesen a mezőn az állatoknak vezényelni, mert észrevette, hogy ha legyezget a libáknak, Állatok, igen, de? a libák megtámadják, elkezdenek gágogni, erre a kutya elkezd ugatni. Ha rászól a kutyára, a kutya elhallgat, ha nem legyez, akkor a libák elhallgatnak. És rájött, <laughs> hogy ő <a> mezei <laughs> szimfóniát tud csinálni. Közben a madarak csicsereknek, a tehenek bőgnek, és elkezdte ezeket szeregni. Zsongot körülötte a, a, a világ. Na, és ez úgy jelent meg, hogy bejött egy kisfiú, meghallja ezt a, 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 a nyitánk kezében egy plüstacskó kutyával, aminek később még lényege lesz, hiszen Kálmánál több ezer a tacskószobor volt, és egész életében volt tacskó kutyája. Szóval bejön, és mint, egy, mint, ezt a mezei szimfóniát elkezdi vezényelni, de közben, közben ugye halljuk a zenekarból, hogy hogy szól ez. Tehát mintha ő már hallaná és látná magát ebben, hogy mint, mint zeneszerző, mint karmester, hogy fog megszólalni egyszer a Budapesti Operett Színházban mondjuk a, a művész nyitánya. Majd elindul a kisfiú hátrafele, és ott két múzsa, ö, kap egy-egy fényt, egy hegedűs, mint két ilyen szobor, ilyen, ilyen kicsit antikolt aranyszobor, és egy hegedűs, és egy, ö, egy zongorista ö, hölgy, és egy hegedűs férfi, és, és, nézi őket, hogy, és mondja, hogy mama, mama, honnan jön a muzsika? És elmegy a múzsák között hátra egy ilyen füstbe, és a, közben a múzsák játszanak, már csak az ongora és a hegedű, és visszajön a Dézsi szabogából, immáron egy élő tacsikutyával, mint, mint az, aki már túl van mindenen, és egyszer csak megszólal a Kalocsai Zsuzsi hangja az éterben, és azt mondja, hogy emlékszel, még jut, még eszedbe a múltunk, és azt mondja, emlékszem. Már a születésem kezdetén veszekedtek, hogy mennyi az idő, hogy melyik nap elmúlt évfél, vagy nem múlt el. És elkezdi mesélni. A múzsák viszont minden, amit mond, Rájöttem, hogy az egész életét végig lehetne dalszövegfoszlányokkal mesélni. Igen, hát egyébként a művész himnusznak és azt örülnék, ha felidéznéd, hogy van az, hogy művész, művész jött tőle az. szegését, ha elhagyja reménység, elhagy a reménység nem, ne hagyd el, el a le, lelkedet. A kezet, igen. Igen, igen, igen. Ez gyönyörű. Szóval ez mindenne, minden. Ma olyan nagyon aktuálisnak tűnik. Ja, hát igen, igen. Ez és mennyire foglalkoztat téged, ami a világban van egyébként? Hát, nagyon, meg, meg nagyon. És, és, megint csak azt gondolom, hogy, hogy, hogy megint itt van az, hogy... megint a... itt, van, hogy ezt mennyire lehet beletenni egy operetben, mert az, az operetszínházban azt gondolom, hogy viszonylag kevésbé. Mert amikor mondjuk Mahácsi János belerendezte é. a csádás királynőbe a hábolt, jó, abból is balhé lett, amikor leadta a tévé, nagyon De, nagy. Ez egy nagyon jó előadás. Pedig a háború idején hát ugye első ez még -e, Persze. Szóval, tehát, hogy én úgy látom, és ezt a Nine is mutatja sajnos, ami veszett jó előadás, hogy ami azért kilóg egy kicsit ebből a húdes sorból, az kevésbé megy. Igen, de ugyanakkor meg dolgunk is az, hogy, hogy Hó, ilyen előadások, nagyon. ugye? Tehát, hogy ne, én is azt megmozgatott titeket a Balázs Hát meg, bizony. Ennyit lépcsődjük. Fizikai nem csak fizikai, nem csak agyilag, persze. Nagyon-nagyon jó munka volt. Én nagyon szeretném, ha ez olyan sikeres előadás van. De jó, hogy ezt mondod, mert mi meg annyira szeretjük, és na látod, pont ez, pont arra rímel vagy Csengrem mondtam, hogy a Zoltán is teljesen prózai felfogásból rendezte a zenés darabot. Tehát nem akart egy egy sót vagy egy revűt, hanem mindennek értelme volt, gondolata volt, és, és illeszkedett a, 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 cselekményhez, vagy a történethez, vagy, a, vagy a, a, gondolathoz. Az mennyire formált téged szakmailag, hogy ugye hát első feleséget Polyák lila, és meg a mostani is tulajdonképpen szakmabeli. Tehát nyilván sokat is dumáltak otthon is erről, meg, meg hát valószínűleg, hogy át is vettetek vesztek hogyne. dolgokat, nem? Hogyne, hogyne, sőt, Hát ugye a Lillával is mindig nagyon-nagyon sokat egyeztettünk, de hát a Lillával dolgozunk az is hogy, egy, hát szerepekről, hogy te milyennek mi látod ezt most, mi, miért, 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 te mit akarsz ott azzal? Hát azon hát az egyáltalán nem derül ki. Ah, nem, pedig én azt gondolom, hát tehát, hogy nagyon sok, hát vele például Mary Poppins például, vagy annak a rennyi, de fordított esetben is természetesen, hogy, hogy kiderül, hogy én azt, azt próbálom, hát ez nem nagyon, mondom, akkor ott valamit kell. De Lillával egyébként van közös estetek is még, hogy, ne, már, ne, hogy ne, hogy ne, hogy idő, meg is jelnik ilyen a bulvárba, hogy volt férj, vagy volt milyen? feleségével közösen Igen. lép föl. Ez milyen, ez elég szaré. Bocsánat, hogy ezt mondom. Ez elég is ér. Egy ilyen cím azért az nem lehet. Szóval az a baj, nem. hogy ez a bulvár sajtót, az nem, nem lehet ilyen szinten... Ö, tehát ők, ők, ők ugye arra mennek, hogy valami. Mert olyanokat tudnak beírni címnek, hogy, 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 hogy el kelljen olvasnom, aztán kiderül, hogy igazából nincs ilyen, hogy úristen, most akkor újra együtt, vagy nem tudom, és akkor újra együtt színpadon, hiszen a nem tudom, Máté Péter este együtt énekelnek, vagy a nine -ba. De neked együtt kell működnöd a bulvárral, nem? Persze. Mert hogy dolgot, hogy sztár legyél. Tehát ez munkakörű kötelesség szerintem ebben a műfajban, és az társággal meg együtt jár, nem? Igen, de most már hála a jó Istennek, hogy az elmúlt évek, évtizedek alatt ö, most már úgy kialakultak a bulvárral is a kapcsolat, hogy, hogy ők is elfogadja például, hogy a gyerekeket nem, nem fogjuk... Ö, újságba, mert neki kellemetlen utána, ha az iskolába mennek, vagy tehát, hogy a más rész. Volt és... ilyen, hogy benne volt, és <húsz> volt, akkor miért cikizték őket? Persze, de még tanár is, úgyhogy ez. De a gyerekek is meg tanár, tanár de mi, is ilyen miről szól a cikizet? Hát, 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 például arról, hogy, hogyha valami, ö, valami nem úgy sikerül, akkor azt mondja, nem azt mondja a, a, a tanár, hogy hogy akkor ezt a vicski, hanem azt mondja például, hogy el is kellett hoznunk a, a búcsút egy iskolából, mert, 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 mert tarthatatlan szinten működtek. de mit mondott a Hát például azt mondta, hogy azt gondolod, hogy te mindent megengedhetsz magadnak. Te azt gondolod, hogy mert a szüleid színészek vagy híresek, ezért te most megengedheted magadnak? Hát akkor egy, egy kifejezetten pellengér állított. Volt, azt mondta, a gyerek és énekeljél. És mondja, át, itt kamasz, vagy kis De mi ez? olyan órán gyerek és énekel? Ez valami volt. Ja, és hogy én hát kellett hát énekel valami. Orra, de, nem, de amikor azt mondják, hát, hogy közösen kell, nem, hát. te gyere énekel. Hát már te, jöjt, te szüleid énekesek és látszott, hogy az a, és tehát, hogy kifejezetten ö, az a baj, és én ebből meg is próbáltam már majdnem egy mozgalmat csinálni, hogy, hogy mert, mert, egyszer kiderült egy beszélgetés során egy tévében, hogy, hogy rengetegen kezdtek el telefonálni, amiatt, hogy, hogy ilyenek érik a gyerekeiket, ugyanis én utána néztem, amíg inzultus, abuzus, Testi fenyítés nem érje a gyereket, addig tulajdonképpen a szülő tehetetlen, tehát a, az ilyen ö, zsarolással, vagy, vagy vagy megalázással szemben tehetetlen. Annyit lehet tenni, hogy vedd ki, vidd el másik iskolába. És ezt mi is megtettük, mert, mert egyszerűen nyom, megnyomorították a lelkét a gyerek, és, és kiderült, hogy rengeteg szülőnek vannak ilyen történetei, hogy, hogy erre miért nincsen egy olyan ö, helyzet, amikor én mondtam a tanárnak is, mert bementem, csak hát a tanári teljesen összezárt, és egyből mondták, hogy nem. Igen, mondom, nem engedték be a farsangra ezt a gyereket, a saját farsangját. Hát nem, engedték azt, mondták, be. azt mondták, hogy ő nem kaphat karszalagot. Ha, ha el akar jönni, akkor fizessen, vegyen belépőt. Ha mert, mert hogy a szüleim? mert, nem hanem, mert, mert nem, hanem, nem, hanem akkor már a tanárnak a nagyon, az osztályfőnöke ja. nagyon a bögyébe volt, és akkor, hogy ő így, tehát nem úgy viselkedett vele, mint mondjuk egy olyan gyerekkel, aki, 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 akire hatni kell esetleg, vagy, vagy meg kell vele beszélni dolgokat, hanem föl az igazgatéban, nem tudom. És amikor bementem, hogy azért most már legyen rend, ez nem létezik, hogy nem mehet be a farsangra, hogy egy, egy zokog otthon a gyerek, nem, nem szeret iskolába menni, hogy megszégyeníti a tanár, és akkor mondták, nem, nem volt olyan, és mondom, hát itt van tik-tik-tik, akkor kérdezzük meg az igaz, Hát jó volt, na, és akkor mondtam, hogy na jó, ezt, ezt hagyjuk. Én, én holnap ide nem szeretném, hogyha bejönne, mert nem akarom, hogy roncs legyen lelkileg. És, és hogy kiderült, hogy nem tudja a szülő ilyen szinten megvédeni a gyerekét. Tehát, hogy a, a, a nincs nincs lehetőség. Tudom, hogy fordítva is igaz. Tudom, hogy van, amikor meg pont ez az, hogy a tanár nincs eszköze már, hogy, hogy rendet tartson, vagy fegyelmezzen, mert, mert olyan a gyerek, vagy olyan. A család, hogy pont fordítva, és nyilván természetesen én csak most erről a saját esetemről ö, tudok beszélni, ami, ami, ami viszont nagyon sok embert ö, pf, kiderült, hogy érint. Ahu. És ez egy érdekes, érdekes helyzet volt. Úgyhogy, na, szóval ezért nem akarjuk a bulvárba, de mondom, hál' Isten, tényleg kialakult az, hogy, hogy, hogy szóval jó, jó, fejek, vagy, vagy hogy mondjam, a, a bulvárba is. Tehát, hogy ezeket tudomásul veszik, elfogadják, hogy megnézem a cikkeket mindig, és azért, ami Ezért nyilván az nyilván megviseltem, megviselt, nem, amikor hát a vállásatok volt, és hát azért az, az jócskán köszemlére került, ami gondolom, hát Uff. nyilvánvaló, hogy amúgy is iszonyú trauma volt és hogy akkor ez még, még ugye hátattan... Hát, attan, hát ö, hogy nem, azért arra is kellett egy külön sajtós, a kapcsolatait és a, a kapcsolati tőkét latba véve legalább valamilyen szinten féken tartsa, hogy, hogy ne menjen el nagy, nagy gyalázkodásba, meg sárdobálásba, mert részünkről nem volt, de azért állandóan, állandóan hergelődött így a történet, és legalább volt egy sajtósunk, aki, aki, aki személyes ismert, sőt, még Bartelbe is azt mondta, hogy jó, a most ezt, akkor én viszont ha ezt adok nem, egy olyat, akkor viszont adok mondd egy olyat, azt olyat, akkor én most neked azt a sztorit, hogy a, nem tudom, és akkor, és akkor voltak ilyen Bartelek, mert, 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 mert csupán azért, hogy szenzáció, hajház legyen, nem, nem, nem akartuk, hogy... Mennyire készültél ki ettől a, az egésztől? A, a válástól. Igen. Hát eléggé, meg, 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 minden téren azért ő, én nem, nem gondoltam, hogy, hogy, nekem ez benne van a pakliba, tehát, a, hogy mi, tehát nem gondoltam soha, hogy a vállás, az például nálom ez, ez egy lehetséges forgatókönyv lehet, és, és én nagyon-nagyon próbáltam valahogy, hát, és Lilla is természetesen, elkerülni ez, de, de, de tehát, hogy azért dolgoztunk az ügyön, de mégis egy ponton túl az volt, hogy, hogy próbáljuk meg így, és hát van egy másik vetülete, hogy aztán ott vannak a gyerekek, az, hogy a, az esti, esti mesélések egyszer csak hát eltűnnek a, a napokból. Azért az, az, ami, ami gyakorlatilag, amikor három éves volt a zsombort, Tól kezdve mesélem neki a, Jakab kis csirke és társait folytatásos alapon, és amire született a bulcsú, ő már készen kapta. Tehát ez nem tudom hány ezer részen keresztül ment. és ők akkor lillával maradtak? Igen, igen, igen és igen. akkor nem, nem Igen, ah. és azért, azért, tehát ugye ez a nap, én, én, nagyon gyerek, gyerek centrikus vagyok, tehát nekem tényleg a gyerekek az elsők, és, és hát ugye nem is véletlen, hogy született aztán egy, egy kicsi, aki egyébként a most az adáshoz képest tegnap volt három éves. És, és mert, mert ők a legfontosabbak, meg azt is például, hogy a Zsombor most már ugye Amerikában nyert tenisz ösztöndíjjal, sport ösztöndíjjal, sportbiznisz vagy azt tanulja egy egyetemen, hogy, hogy azt támogatni, azt a, azt a, lehetőséget neki megadni, ami, ami hát azért, hát azért mondjuk ki azért egy kicsit a főleg mostanában azért egy erősen ö, anyagilag odaver. Szóval méghoz, még akkor is, hogyha ő egy nagyszerű ösztöndi, tehát szerintem olyan olyan ösztöndi maximumot kapott, amit csak lehet, de hát így is azért a maradékot be kell fizetni. A sportcsapat is nagy részt átvállalta, tehát hogy, hogy nagyon jó, jó fej volt, és ugye három egyetem felvette, és ugye a, a lehető legjobbat tudta választani, de hát azért támogatni kell. De azt mondtam, hogy nem baj, az ő, az ő álmait az tisztel nem kell, de azért ezt csak azért mondtam, hogy a mai napig is a legfontosabbak ilyen szempontból a gyerekek, és az, hogy, hogy kiment ez a, ez a közvetlen kapcsolat. hogy Nyilván főleg most, hogy már nagyobbak ők is jönnek maguktól is, hát illetve a sombor most már Amerikából nem ugrik haza hétvégenként, de, 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 de azért az is egy, az is egy nagyon nagy szívfájdalom. Ebből a traumából, Tudsz, ugye azt mondják, hogy a színész bármit felhasznál, ami megtörténik vele. És megint az jön, hogy, hogy egy ilyen traumából, mert ugye egy tragédiát játszol, akkor könnyebben felhasználod. Mi tud neked vissza? Ha úgy is kérdezhettem nagyon geny a módon, hogy mi kamatozik akár ebből a színpadon? Hát talán így tudatosan nem kezdi el az ember ezt tépegetni, de hát azért vannak ennek nagyon eklatens és exakt pillanatai Nine-ban, amikor a Lillával énekeljük a duettet, és a, a Lilla, mint múzsa, azt mondja a guido hogy... fél rendező, tulajdonképpen Fellini, nincs, ez így kimondva, de... Igen, És, elmondja azt, hogy hát ő többet remélt, a, a, ugye a mondja, a Claudia több, és így ezt nyomja szembe. Nem bele, amikor... és, és azért ott már próbálni, hát azt képzelni, hogy próbálni, amikor először elénekeltük, hát íme, kimentek emberek a teremből, mert, mert annyira elkezdtek zokogni, hogy, hogy ki, kimentek, hogy lányok, hogy, és így ült mindenki, És ez például a színpadon, a előadáskor mindig minden egyes alkalommal így van. Tehát azért az a húsz év, az húsz év meg a, a két közös gyerekünk. Szóval azért az olyan mélységes sok árnyalatot nyit még meg a, azon túl, hogy ott azt elénekli patszában majd én ráéneklem az én duettemet, és el, elengedjük a Claudia a, a és a Guido közti igazi kapcsolat, vagy jövőben tartó kapcsolat lehetőségét, hogy azért annál, annál az életszerűbbet nehéz. Nekem van egy olyan emlékem rólatok, egy bankett volt. Már nem tudom milyen előadás után, talán mindketten játszottatok is akkor, de én akkor láttalak, tehát mindketten megjelentetek a banketten az új partneretekkel. Uh -huh. És akkor olyan, olyan furi volt nekem egy kicsit. Ugye mindkettőtöket ismerlek, és, jé, és akkor most együtt ott. És még úgy vonultatok is. Tehát elnéztem, hogy fel is voltatok költözve. Igen, el, igen. Lilla még ilyen nagy estével, minden. És hogy akkor mint, tehát hogy nektek az nem volt furi, hogy akkor... Mi már ezen akkor, akkor Aha. így túl voltunk. Mi nekünk azért nem múlt el az egymás iránti tisztelet és szeretet és a, a, a fontosság például a gyerekekkel. Azon kívül meg mind, mind a ketten azt akarjuk, nem is azt mondom, azt kívánjuk, azt akarjuk, hogy másik boldog legyen. Hogyha én fájdalmat és bánatot okoztam neki, akkor valaki tudjon neki örömet adni, és ez... És, és én azért Neked hálás is vagyok. hogy ne Há, fán... Hogyne, hát miért? Én nem akartam őt bántani igazából, hát ott velem magammal is annyi bajom volt, hát akkor volt édesapám halála is meg, meg szóval uh, úgy az egészbe kezdtem, kezdtem elveszni. tehát ott, ott nekem, nekem is nagyon érdekes, hogy hogy ma már ez a folyamat, ami ebből adódott, sokkal inkább uh, alkalmasabbá tesz, vagy tett, hogy egy olyan helyzetet kezeljek. Na de hát ez az, hogy másnak, ha más van bajban, nagyon jó tanácsokat tudok adni, csak ha magam vagyok, akkor nem, hiszen én vagyok éppen a padló. Az igaz, hogy most a né feleségednek, Anitának, aki táncos az operáciánzban, és állítólag régóta barátok vagytok, tehát neki tudtad kiönteni a lelkedet, úgy, hogy még nem is gondoltátok, hogy na, na ebből aztán Hát mi az lesz? olyannyira nem, hogy hát évtizedek óta ismerjük egymást, sőt, hát turnékon, ugye együtt turnéztünk az ő gyereke, meg a, a én gyerekem, a, a, ő akkori párjával, meg a, a Lilla, kint játszottunk a nem tudom, a valamelyik frankfurti vagy hamburgi állatkertbe, és tehát bandáztunk együtt, abszolút se, soha még csak a szelese érintett meg ennek, hogy, hogy mi egyszer csak egy pár leszünk. Ez nagyon érdekes, előre nem várt fordulat lett, hogy De hogy csak öntötted, így, öntötted a lelkedet, azt egyszerre csak? Hát igen, igen, egyszer csak, egyszer csak valahogy így, így ö, ö, kialakult, hogy bennem alakult ki egy olyan, hogy nekem vissza magamra kell, összekel raknom magamat, össze kell, mert, mert úgy, úgy kezdek szétfolyni. Egy, akkor még előtte voltam ugye a rendezőszaknak is, hogy, kezdtem azt érezni, hogy már, már nem fogok úgy tovább lépni, hogy, hogy, hogy például megcsinálom a rendezőszakot, hogy kezdek úgy el, megyek, csinálom a dolgomat, ami van, aztán majd biztos egyre kevesebb lesz, de úgy, hú, mondom. Ez... Hát igen, mert ez az a zenés azért főleg a fiatalok, főleg a nyúzik... Az, az, az meg aztán pláne. Az meg aztán az pláne. Az a fiatalok Igen. Igen. Úgyhogy, de hát azóta ugye Anitával is született egy közös gyermekünk, Botont, és a nagyok pedig... E re és neki is van márk, úgyhogy itt és akkor, és a akkor a családi partik mondaná, van. Így van. Hát óriási, hogy hogy három bátya van a kicsinek, és mindegyik nagyon-nagyon szereti, és közben meg az, annyira élvezi, hogy hogy velük aztán mindent megengedhet magának. Az a baj, amikor bement a bölcsibe, vagy most már az óviba, és ugyanazt megpróbálta a három évesekkel. Tehát, hogy ugyanazokat a birkózásokat, bunyó csapkodásokat, randalírozásokat, dobálásokat, amit a nagyok persze, tehát azok kacagnak ezen, és még, még kergelik is, meg, meg tetszik van, van egyébként egy nagyon szép fénykép a Facebook oldaladon. Ja, amikor összedugják a, a fejüket. A, nem, nem. Lehet, hogy az is van, de azt lehet, hogy nem láttam. Talicskába ül Anita. Ja. Igen. Kezébe fogja a bulcsút, vagy az ölébe fogja a bulcsút, te mögöttük vagy ilyen, nagyon, hogy úgy mondjam, elengedett törtözékben, mint ahogy a kertbe. Ja, Jó, dolgozhatta, igen, dolgozhatta és, dolgozhat. és égtelenül rögtök mindhármat. Ez olyan szép, na egy ilyet simán el tudok képzelni egyébként újságban. Na igen, igen. Bulvárban igen. bárhol. Igen. Tehát, hogy ennyi szerintem beleférne? Ennyi belefér, és azért mondom, hogy közben meg nem igaz az, hogy én most ilyen bármit is gyaláznám a bulvár sajtót, mert hála Istennek nekem nincs velük ilyen tapasztalat. Tehát ők ilyeneket szoktak, meg, meg tehát, hogy ők azért most már nagyon szépen ö, ilyeneket tudnak lehozni, és, és nem akarnak ilyen fölösleges, durva legalábbis velünk kapcsolatban, úgyhogy, nekem jó ilyen szempontból a kapcsolatom, hogy vannak jó képek, vannak jó pillanatok, szeretem, a, amit az előbb mondtam, hogy a, a, Zsombor 18 és még az elutazása előtti napokban ott volt nálunk, és megfogja a kisöcsének a, a fejét, és így összedugják a fejüket a legidősebb, már mint a gyerekeim közül homonai és a legkisebb homonai, és így néznek egymásra, hát szívem szakad meg olyan szép az a pillanat. Tehát, hogy ez, ezek persze, de ráadásul azért a bulvárnak is van olyan üzenete, hogy, hogy akár egy vállás kapcsán, hogy lehet ám ezt ezt szépen is csinálni, vagy jól csinálni, csak ne felejtsük el tisztelni a másikat, meg ne felejtsük el azt, hogy nincs olyan, hogy az én igazságom, meg a te igazságod, meg nincs olyan, hogy én majd igazságot szolgáltatok, miért ne, miért ne fogadnánk el a másik igazságát, a másik akaratát, vagy szándékát az enyémmel kompromisszumra hozva, és miért ne akarnánk, hogy hogy neki ne legyen jó ha már, ha már, mi így vagyunk, akkor, akkor legalább próbáljam azt legalább segíteni. És például nálunk is volt ilyen, hogy a, a Lilla mondta, hogy elromlott a kocsik, mondom, és hogy bevitték szervén. Mondom, figyelj, én most motorra járok, a másik kocsit nem használjuk, ugye Anita itthon van a kicsivel, el a enyémet aztán majd valamikor vissza, de nem kell maga. mondom, most, hát nem tudom, és akkor visszaosztam, egy hónap múlva, vagy más, amikor már nem kellett neki. És most éppen épp most én, kérek, én készülök elkérni az ő kocsiukat egy <laughs> hétvégi fellépésre, mert... Öm, szóval, hogy, hogy abszolút. Motorra jársz? Vidékre is? A, szoktam, igen. hát, igen. Hát csak most ebben az hogy őszben. A igen. Oda oh, is volt. isteni volt. Tehát például volt, hogy Ausztriába mentem fellépni, öm, a cirkus és sem akart beengedni a biztonsági őr. Odaértem a... Mert előtte körbe mentem az Alpokba, szakadt az eső, felöltöztem esőruhába, és Egyébként fellépése is már nagyon szépen be tudom úgy csomagolni henger alakba a frakomat, meg nagy kiveszem, és tip tehát nem Fél az le? látszik. Igen. Na és odaértem én esőverten, esőruhába, kicsit késtem is, mert nem tudta, és sönta a biztonság, na, de én vagyok a fő szereplő, és föl kellett hívnom a producert, hogy jöjjön már oda, hogy szóljon már neki, nem enged be. Mert, nem, be, bementem motorral, ott csizmása, nem tudom, és mondta, hogy biztos, hogy nem én vagyok a esti bombivám. <gül> <gül> Mondtam, de, de, de. Ezt tudod, hogy bizonyos színházaknál filmezésnél meg már kikötnék, hogy te nem motorozhatsz. Na, jár, így tudta ezért, meg ugye. a producer, hogy én közben körbejártam ja. az Alpokat, és olyan, olyan lef, a Úristen, hát olyat, hogy azt mondja, hogy te elmentél motorozni esőbe az alpokba, hát mondom, igen, hát itt vagyok. Te normális vagy, ezt nem engedheted, ez ilyen nincsen. Hát mondom, na azt hiszem, hogy nincs ilyen a szerződésemben, most most már van. <laughs> hát igen. Hát igen, mert veszélyezteted. Holott el voltam úgy két balesetet színházban már. Na, azt mondom, hogy motorozás közben lekopogom, ne, nem még volt nem, de színházba a színházban a már volt szépség, és a szörnyetek alatt már zuhantam le. Négy métert. Négy métert, és ugye szerencsé, hogy olyan nagy volt a ruha, meg a maszk, mert felfogta az ütés, Te. de hát mentünk a kórházba, azért volt borda repedés, ne, és hát ugye, ugye, hogy volt, leöltöztem, beraktak a mentőbe, és ment, és akkor kérdezték, hogy én uh, viccesek voltak ők is, mert mondták, hogy a most, ugye szépség, a a szörnyetek az, hogy állatkórházba, vagy, vagy a, vagy nem mondom, nem az állatkórházba, mondom, beülök egy német juhász, meg egy macska köz, és megkérdezik, hogy önvári vartaladításra, és nem, 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 az a német juhász előttem. Úgyhogy uh, voltak ilyen, ilyen érdekes helyzetek, de... meg hogy egy könyvszekrény is dölt, de az nem színházban volt. Hú, az meg otthon volt, de hát az is... Ott meg ugye kifestették a szobát, meg ugye felújítottunk, és a, a, a mennyezeti gérő könyvszekrényt nem rögzítették vissza a falhoz. És ugye az teljes magasság és telekönyve, plusz egy tévével, és hát ez egy hatalmas szerkezet, és a, a zsomborral aludtunk ott az ágyban. és egyszer csak arra ébredtem, hogy beszakad az arcom ennek a helyeit látszik. És az első gondolatom nem az volt, hogy elöntött a vér, hanem hogy biztosan most, most van, amikről szoktam olvasni, hogy agyonütötte a gyereket teljes pász, meg ugye ő is ilyen sokba volt, meg se szal, mondom, te jó Isten, most van az biztosan. És ezek kiderült, hogy pont így, hát a én arcommal felfogtam az ütést, hála Istennek, és neki igazából csak horzsolása lett, és utána vettem észre, hogy már az egész arcom fel van duzzadva, de gondoltam, hogy ez elmúlik, és és de reggelre borzasztóan szétnyílt itt a teljesen az egész, bementem a János kórház, és mondom, hogy az, az igazság, hogy fantom előadásra kellene mennem, és azt mondják, hogy amennyiben fantomot játszik, akkor menjen, nem nagyon fogja tudni mozgatni az arcát, de állarcot nem kell vennie, mondom, de a Raúlt fogom énekelni, azt mondja, hogy arra biztos, hogy ne. Arra biztos, hogy ne, hát ez... De az igaz, hogy engedted, mert hogy ha a lidokain, akkor, akkor nagyobb varrás kell, mert a lidokainak is kell hely. Igen. Ha igen. érzéstelenítés Igen, igen, hát. igen. Hogy, hogy, ö, hogy, hogy szebb lesz utána. Igen, hogy belülről szebb. tudja, tudja ah. varni a, 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 oh. a és akkor, tehát, hogy, hogy ne. És Képzeld Nem, nem adta kinekciót, csak. Hú, komoly volt. Nekem is dörtlen nagy nagy könyvszekrényen de mazlim volt, mert ott egy heverő volt, és pár perccel előtte én még ott hevertem. Oh, és felálltam, visszamentem az íróasztalomhoz dolgozni, és egyszer csak recseg, ropog, izé, bum, ledőlt oh, az egész. De nekem, nekem nem lett bajom, hát bizonyos képeknek ennek annak a falon, amit úgy izé, de nem. Na, amiről még nem beszéltünk, és új az életedben, az a tanítás. Na, igen. Hát, az egy, az egy csoda dolog ez a tanítás. Tele voltam kétséggel és félelemmel, hogy ez hogy lesz. De, de egy, egy, egy hihetetlen mámoros dolog, mert hát azt gondolom, hogy nekem is tanulnom kell, tehát hogy fel kell készülnöm. Fel kell készülnöm az anyagból, amit csinálunk, de fel kell készülnöm a gyerekekből is, a hallgatókból, és fel kell készülnöm a generációból. Annyi adott, hogy most én azért a három évestől, mai jelenlegi állás szerint, három évestől 18 éves, 18 és fél évesig úgy képbe vagyok, tehát van 16-15 tehát végigkísértem őket, nekik a, a kis fejlődésüket, szocializációjukat, és meg kell tanulni, mint ahogy a Bakelit lemeznél is meg kellett tanulni, hogy más a CD, aztán más lesz a pendrive os aztán más a... a, a a digitális rögzítés, meg a tárhelyen rögzítés, hogy ez a generáció más, és ez nem feltétlenül baj, vagy nem baj, egyszerűen más, csak nekünk meg kell tanulnunk, hogy ő, ő, náluk miben más. Például, hogy ők azért egy, egy olyan digitális generáció, hogy az információk másodpercek alatt áramlanak, output és input alapon is. Tehát nem tud el, tehát az elmélyülésre való képességüket meg kell le tanítani, és nagyon, vagy, vagy, rá kellett őket vezetni. Hogy nál, én emlékszem, hogy én leültem egy nyáron, és akkor elkezdtem a dümákat olvasni, vagy a viktorügókat, és azt élveztem, hogy minél több a, 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 dümának, hogy egy regény láncolathoz még tartoznak különböző de három testőr, négy muskétás, brazsalom mennek tovább, hogy ezer-ezer oldalakra. És, és nagyon szerettem, hogy hogy, hogy megállni, de és visszaolvasni, mert ott valami ott, ott feltűnt, és akkor még egyszer átfuttatni a gondolatot. Ők viszont nagyon-nagyon gyorsan ö, kapják a, az információkat, és reagálnak is rá. Tehát azt, azt a képességet, ami bennük van, hiszen mindenkibe benne van, hogy egy dolognál megálljanak, és hagyják, hogy ez bennük rezonáljon, és az menjen ki reakcióként, az nekik is új volt. Nekem viszont, vagy nekünk, a tanári karnak, vagy az őket tanító tanároknak, meg kellett tanulnunk, hogy ők, ők máshogy, más sebességen működnek, és más belső mélységben. Ez nem volt dilemma, hogy a mostani színművészeti, ugye ez egy új felállás, ott egy szerintem nagyon rangos színművészeti, és akkor most ti, ti beálltatok nekem a felől semmi kétségem, hogy te jól fogsz tanítani. Ahogy itt mesélsz, meg magyarázol a mi fajról, tehát meggyőződésem. Olyan tehát... szívesen látnálok egy órát, csak gyere be, ülj be, hogy egy órát, csak Megyjel hogy. Lehet, hogy én bemegyek, miért ne. Tehát nah. meggyőződésem, hogy te ezt jól, lehet, hogy már is jól csinálod, de hogy jól fogod, azt tuti. De hogy azért ez lehetett dilemma, nem? Én azt gondolom, hogy ez, Akárhogy is nézzük, ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, tehát hogy én, aki a színművészetére jártam, is, és ájult tisztelettel tekintettem a, a mestereimre, egyrészt olyan boldog voltam, hogy bekerültem uh, háromszori felvételezés után, és uh, és, és zenészakra kerültem, párhuzamosan felvételiztem prózára, Ode, ott is tovább jutottam, és az utolsó fordulónál eldölt, hogy én a zenésre fogok menni. Tehát, hogy, hogy nekem ez egy akkor, én annyit dolgoztam ott, és, és, és akartam tanulni és fejlődni, hogy az, hogy engem ezzel megkeresett, megtalált kisbé Attila igazgató úr, egyszerűen én csak a az 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 operet, operet színház, szín, 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 szín. így van, igazgatója. De tanít. Igen, mert hogy jött ez a lehetőség, hogy újraindítsuk az operet szakot, ami, ami most el nem volt, és ez nem valami helyet volt, vagy, vagy, vagy akkor most más nem hát lesz. Volt egy úgynevezett zenész színház szín. szak, ami nem egészen ez, ez, ez volt. De de hogy ez, ez mellette működik, tehát Aha. attól az még van, és, és a Novák kiváló munkát végeznek, de számomra egy óriási megtiszteltetés volt, hogy én ebben noktacú osztályfőnök lehetek. Tehát ez, ez egy... Én, és én azt gondoltam, hogy ha, ha én végig mentem egy három évtized alatt a... A zenés pályán úgy, hogy, hogy voltam jócskán operettekbe, jócskán műzikelekbe. Eltöltöttem uh, Bécsbe két évet, két évet Berlinbe, ugye egy Ansit uh, rendszerbe, ami ugye a Broadway rendszer, heti nyolcszor, tehát meg kellett tanulni azt is. Uh, elvégeztem egy prózai rendező rendezőszakot. Akkor, akkor szerintem az én tapasztalataim szerint, amik, amik keresztül azt mondom, hogy mit én miket szerettem volna még megtudni, megtanulni, megkérdezni, választ kapni rá, vagy megnyugtatást kapni rá, hogy, hogy annyi, 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 mindent tudnék megosztani a tapasztalatokból, hogy, hogy azt gondolom, hogy ez a legfontosabb nekem most túl azon, hogy ez egy, szerintem egy hatalmas nagy felelősség, hatalmas kihívás a számomra, egy újabb tanulási felület, de közben meg, közben meg, ez egy, ez egy nagyszerű dolog, amire, amire csak ezzel foglalkozunk. Bemegyünk a terembe, és azzal foglalkozunk, hogy az a 17 hallgató fiú, lány hogyan tud a különböző, 17 különböző helyről jöv, jövve egyszer csak egy gondolkodásá együtt lélegzővé, együtt dobbanó szívvé válni, és hogy kezdenek és egyszerűen azért mondom mindig, hogy mámoros, mert amikor ezt akár, ugye most öt éves, nálunk még négy volt, hogy egy évet csak az alapozással tölteni, hogy nem foglalkozunk színjátszással, nem foglalkozunk darabokkal, csak magukkal, mint tényleg, mint egy, egy, egy laboratóriumban, hogy hogy jusson el hozzá a beérkező, jusson el hozzá egy szempár, akivel szembenéz, jusson el hozzá egy egy adókapok, egy reakció, egy érintés, egy viszont, Tehát kezdjük el felfedezni magunkat, a saját belső világunkat, és ezen keresztül ö, fogalmazzunk aztán a színpadon. Még nem kell színdarabot csinálni, még nem kell karaktert építeni, csak magadat kell megmutatni, magadat kell ö, előhozni és ő maguk is döbbentek meg, amikor úgy szakadtak föl benne, bennük olyan, olyan, olyan mélységek, olyan árnyalatok, olyan történetek, olyan, olyan gyerekkori tapasztalatok, amikből aztán már tudnak építkezni. Mert mondtam, hogy aztán már erre már épülhet a, a magbet, meg épülhet az Edwin is, meg épülhet a Dorosmai Pista is, de először magadat kell ö, ö, megmutatni, magadat kell kifogalmaznod a színpadon, hogy aztán ezért legyen a te saját magbetet zsambalzsanod, vagy dorozsmai pistád, amire azt mondják, hogy wow, na ő milyen, milyen élő volt hiteles, nem leutánozni másokat, ugye neki ez van meg, hogy YouTube, nem tudom, megnéztük, a felvételim, de jön, és azt mondja, hogy éneklek egy dalt a spamelodban csipőre tette a kezét, és azt mondta, hogy mond, hová tűnt, mondom, hányszor nézte meg a poják lillát. Jó, honnan tudta? Mondom, már ahogy csipőre tette a kezét. Jön a következő. Rebeka. Mondom, Janzok te tetszett ezt a dalat, meg honnan tud, mondom, honnan, honnan, mondom, azt is megmondom, hogy kinézte a poják, ki a Janzok vagy ki a Nádasi Verát, hát kiderül, volt olyan, aki énekelte Pilátus álmot, és azt mondta, egy férfi álmomban... Ó, mondom, a Vikidár Gyulát azért nagyon megtetszett tanulni. Honnan tudtam, mondom, az A betűdről, amikor azt mondja, álmomban. <laughs> de az, a semmivel össze nem hasonlítható. Na, de a Vikidár pont azért volt olyan, amilyen, hogy olyan egyéniség, mert ő olyanra csinált, és mondom, nektek is, nekünk is ez a dolgunk, hogy te legyél az, te, 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 ne, ne hogy olyat csinálj. Az már volt, legyél te olyan, hogy téged utánozzak. És te milyennek képzeled magadat idősödő bombivánként? Hú, hát én vagy akarsz -e netán egy kicsit azért a rendezés felé? Tenden. Hát azért én most egy picit tendálok a rendezés felé, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon áldott helyzet az, hogy, hogy így most meg is találnak ilyen feladatok. Mondjuk az egy picit fura volt, hogy úgy jöttek be felkérések, majd minden színház bezárt. Szombat a el, elmentem, igen, My Fair Lady castingot tart, tehát hogy néztem egy csomó előadást, lelkiismeretesen, fölkészültem az emberek a színészekből, tartottam meghallgatást, ez egy kicsit úgy furcsán néztek, hogy mondom, kicsit ismerkedünk egyáltalán, ott azért az idősebb színészek, most már nehogy már itt jönne is most akkor. De kérlek szépen, én kérlek szépen, én már annyit járztam, kérlek szépen, Mozartot énekeltem, és nem tudom, jágó voltam, kérlek szépen. Mondom, értem, de most, hogyha a, a megtennéd, hogy a dingdong az esküvőre hívnak, a kérlek szépen, ahogy akarod. Szóval, és akkor egyszer csak elmaradtak ezek, de, de aztán a, a pandémia elmúltával először jött ugye ez a, a Huszka gála, uh -huh. és ez ugye nagyon jól sikerült. Ö, vette a tévé is, és meg lehet majd nézni, de, de az egy olyan jó áttörés volt, mert akkor már ugye a. a Fuszka jelent meg, nem ő még csak hangról, ő még ah. akkor éteri hangként reflektált a dalokra, de már azt nem volt egy kutyasú, hát ez óriási volt, hogy vidd a kutyát a munkahelyre, van egy ilyen világnap. Hát ugye mondjuk, te most behozod a kutyusodat, leül melléd, és akkor ott vagy, vagy az öletbe ül, és akkor elhallgatja, hogy mit beszélgetünk. Na de hogy színész, hogy viszi a munkahelyre? Volt ilyen Szacsvai László kutyája, oh, két hát, kutyája is itt Hogy de, nem. hát ezt nem fogom oh, tudni. Isten, de figyelj, Szacsa. be kell fejezzük, nem valami, most... mondjál valami, most. a végén, és be kell fejezni. Azt szeretném mondani, hogy és akkor így most hál' Istennek, meg, hogy, hogy ilyen bizalommal volt felém a vezetőség, a Mária Főhadnagynak a nagy rendezését márciusban megkaptam, úgyhogy most a Kálmán Imre Gála már megvolt, most csinálom a, a Magyar Operet Napja Gálát, utána a száz éves az Operet Színház, és utána pedig a Mária Főhadnagyot, és amúgy az arénában pedig egy James Bond Gálát, úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok, és közben meg a, a szerep mert hogy nekem egy olyan csodás korszakom van, hogy ennyit tudnék hozzátenni, köszönöm, hogy meghallgattak. Hát én pedig köszönöm, rendező úr, hogy jöttél. <laughs> köszönöm a beszélgetést. És enneknek is köszönöm, ha néztek minket. Homonnai Zsolt volt az új díszletben ha voltak a vendége. Viszontlátásra.